Márfi Gyula érsek új alapvető hittan című könyvét mutatták be december 3-án a Szaléziánumban. A könyvet a Felvidéki Remény kiadó adta ki, melynek vezetője Herdis György címzetes apát ajánlotta a megjelenteknek. A bemutató kezdetén az apát úr méltatta érsek atya munkásságát, hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy az isteni tudományok szigorú és néha bonyolult gondolatmenetét érthető módon tolmácsolja mindenki számára. Az érsek atya az irodalom eszközeit gyakran használja, és noha az Alapvető Hittan című könyv nem túl költői, mégis sorai érthetőek, logikus szerkezetben épül fel. Az Alapvető Hittan 4 fő fejezetben mutatja be az egyház tanítását Istenről, Krisztusról és saját magáról, mint egyházról, végül a fővilágvallásokat és a protestáns felekezeteket jellemzi. Gondoskodó Isten nem idegen gondolat az embertől, s az alapvető katolikus hittan feladata, hogy megossza a világgal Istenről a kinyilatkoztatás által szerzett tudását. De ez az egész könyv, ez nem a hittel foglalkozik, hanem a hitnek a racionális alapjaival. Melyek azok az érvek, amelyek amellett szólnak, hogy kell lennie egy Istennek, aki jó, aki igazságos, aki minden tudó, minden tele van, örökké való. Melyek azok az érvek, amelyek azt mondják, hogy Jézus igenis létezett. És igenis nagyjából az volt, aminek mi hiszünk. Nagyjából. Több volt, mint ember. Aztán melyek azok az érvek, amelyek szerint igenis, akármilyen gyarló is ez a katolikus egyház, mégiscsak ez őrzi legjobban Jézus tanítását. Hát az alapvető kérdések ezek voltak számomra, hogy miért hiszek Istenben. De nem a kinyilatkoztatás alapján, hanem a józan ész mit mond nekem erről. Miért hiszek Krisztusban? A józan ész nekem mit mond erről? Miért vagyok pont katolikus? És miért tartom a katolikus egyházat olyannak, amelyből nem kell eltávoznom, ha tökéletesen akarom Krisztus követni, mert jobbat nem találok. Hát megint a józan ésszel gondolom át az egészet. A könyv megrendelhető vagy megvásárolható a Szaléziánumban.